Maga a cím első hallásra talán kicsit összetettnek, vagy túl távolinak tűnhet, ám mégis ez az anyag, ez egy csodálatos anyag. Vágjunk bele! Szeretném, hogyha közelebb kerülnétek ehhez az ismeret anyaghoz, és most speciálisan a szerveink regenerációja, a szerveink feltámasztása miatt. Emberibb nyelvre hozni ezt az Isten tudatához, nem csak közeli, hanem nagyon pontosan leíró tudásanyagot, és egyszerűen csak engedjétek meg magatoknak, hogy ez az információ elérjen benneteket. A kiinduló pont, hogy honnan indul ez az anyagrész. Az én fizikai testem része Isten tudatának. Az információ különböző formát tud felölteni. Bármely objektumnak, hívjuk így, van információs formája. A tananyagunk, mert ez egy nagyon-nagyon komoly tananyag, azt a tételt szorgalmazza, hogy Isten tudata abból egy elemet, ha kiválasztunk, az lesz a mi fizikai testünk, és valójában ez az Isten tudat képes a mi fizikai testünket megformálni. Éppen az Isten tudata veszi fel azt a formát, ami most emberi testként, azaz az én testemként nyilvánul meg. Isten tudata a nagy, hát a papírlap nyilván a monitor korlátozza ennek a szférának a kiterjedését, de érthető, hogy ez a végtelenig terjed. Ebben az örök élet van, a halhatatlanság, a feltámadás, a regeneráció, a fiatalság, és ott van benne az ember fizikai teste. És a legerősebb központi fényforrás, ez az ember fizikai teste. A teremtés koronája. Mi vettük fel Isten tudatának formáját, egyértelmű, hogy nagyon fénylő, ragyogó elemekkel vagyunk megáldva. És most már ezt tudjuk is. Fény mindenben. Ember és Isten között óriási a különbség a tekintetben, hogy Isten tudja, hogy mindez lehetséges, hogy ő képes erre. Hiszi és tudja. És teremt. És a titok az, hogy az emberek vagy nem hiszik, vagy hiszik, de még nem tudják, mert még nem képesek rá. De egyébként képesek. Fel kell fogni, tudatosítani kell, és gyakorolni, gyakorolni. És mi pont ezt az utat járjuk. Hogy mit is jelent Isten tudata, milyen lehetőségeket, képességeket, mindezt Isten lelke teszi lehetővé. Míg Isten számára létezik egy olyan abszolút tér, mint Isten lelke, amely tartalmazza Isten tudatát, addig az ember számára ez a világ saját maga által történő megszervezésének állapota. Méghozzá úgy, hogy a világot Isten fénye szervezi. A végtelen szintről az emberhez érkező fény. Az embernek ezt a fényt egyértelműen Istentől érkező fényként kell értenie, és így kell megkülönböztetnie. Ezért az Istentől érkező fény az emberi tudat szempontjából mindig elsősorban a végtelen fejlődésből az emberhez érkező fény. Isten lelke teszi lehetővé azt, hogy Isten tudata megformálja az embert.
az elsődleges hordozó. A fényt szolgáltatja, az alapot, hogy Isten tudata megismerhesse ezt az eredendő fényt. Isten lelke biztosítja, hogy megismerhessük Isten tudatát. Mi mindannyian Isten lelkéből születtünk. Mindannyian. Abszolút tér Isten számára. Az ember, a hétköznapi ember úgy gondolja, ha sokat végez, akkor utána pihenni kell. A pihenés a hétköznapi értelemben általában a semmit tevéssel, a kevés munkával, a kevés tettel, az elnyújtózkodással, van egy szó erre, tétlenkedés, akár azt is jelentheti. Aztán ugye megfigyelhetjük magunkat, hogyha túl sok ez a szabad idő, a semmit tevés, akkor abba is bele lehet fáradni. Hol van akkor az igazság? Vajon nem-e éppen Istenem-e tökéletes világban, melyet ő az ő tudatán belül nyilvánított meg, nyilvánvalóan létrehozta a pihenés rendszerét is. De mi lehet Isten számára a pihenés? Istennél a pihenés a rögzítést jelenti. A szilárdabbá tételt, a fixálást. Azaz, amikor irányítunk, és elvégezzük a cselekvést, és dinamikus fázisban, ugye, egy változást indukálunk, hiszen növesztünk, újra teremtünk, szárba szökken, fiatalodik, átalakul, megújul. Irányítok, irányítok számsorral, formával, színekkel, elmélkedéssel, megértéssel, logikával, érzéseimmel. És utána ezt rögzítjük. Rögzítjük, hagyjuk, hogy amit az információs síkon megdolgoztunk, az a fény beálljon a fizikai valóságba. Ez a kulcs. Ne kezdjünk el újra irányítani. Destabilizáljuk. Szétszaggatjuk. Széttörjük azt a mátrix rendszert. Hagyjuk. A pihenés fázisa az erősítés. És ezt mi úgy fogjuk végezni, hogy egy az egyben az egész információs mezőt, amit most eddig átíveltünk, azaz a szerveket láttuk tudatán belül, Isten tudatán belül, nem ismétlem el, holnap reggel úgyis megismétlem, egyesítjük a jelenlegi fizikai testünket a holnapi, a holnap reggel 8 órás fizikai testemmel. A mostani tudatomat, a holnapi tudatommal. A mostani tudatomat Isten tudatával. És mindez befűzzük Isten lelkéhez. És megérkeztünk a fénybe. Nem csináltam több diát. Fantasztikus. Megérkeztünk. Bízok benne, hogy mindenki értette. Célom volt direkt kiírni a gondolatokat, hogy semmi ne vesszen el. Mindenkit nagyon sok szeretettel üdvözlök, gyakoroljunk. Helyezkedjetek el kényelmesen. Mindenki tudatosítsa, hogy mi az a szerv. Mi az, ami miatt konkrétan most itt együtt veszünk részt ebben az irányításban. Érezzük, ahogyan Isten lelke táplál minket. A fény, amely sosem huny ki. És emlékeztet ez a fény az eredeti isteni státuszunk kiemelésére. És ahogy ezt egyre jobban felismerjük, azaz, hogy eredendően isteni minőséggel jöttünk ide, és bennünk van, úgy fog megjelenni az én tudatomban az a fénylő pont, amely egybeesik Isten tudatának pontjával, amely a makró megmentése, ami az örök élet biztosítására irányul.
és aktiválom tudatom elsődleges irányítói területét. Ahol közvetlen kapcsolatban vagyok a világnak ama információjával, ahol fejlődik és teremtődik, újra és újra létrejön a valóság. A makro megmentésen jutok, keresztül jutok el erre a legeslegfontosabb irányítói területre. Embertudata és Isten tudata kereszteződik, és ez az én személyiségemnek a megnyilvánulása. Azaz ugyanúgy akarok eljárni, ahogyan Isten. Hogy bennünk semmi más nincs, csak és kizárólag ez az eredendő fény. Ez az, amely a mi valós lényünk. És figyeld meg a tested. És ez nem is a tétlenkedés állapota, hiszen tudjuk, hogy mindent megtettünk. Mindent érzünk, mindent felfogtunk, mindent megértettünk és megérkeztünk.